Idén indult először ladájával Rép Krisztián. Részt vett a szlalombajnokságban, volt előfutó a Rally 3-ban, de élesben is versenyzett már. A fiatal rallis kategóriájában az élen állt az utolsó orrfűi szlalomfutam előtt. A szlalomok jól sikerültek, ugye ebben ez az utolsó, itt a bajnoki címért küzdünk most a kategóriában. Amúgy, ahol nagyjából tudtunk, ott mentünk az évbe, belefért egy rally 3-as futam is, abból egy kicsit többet szerettünk volna teljesíteni, de majd jövőre. Úgy összességében az évünk egész jónak mondható. A Rép családban nem újdonság az autóversenyzés iránti vonzódás. Krisztián nagyapja és édesapja is versenyzett. Rép László a 90-es évek elején belekóstolhatott a Rally 2-be, valamint a hegyi Európa-bajnokságon is indult a Mecsekhegyi versenyen. Nem csoda, hogy Krisztián és kézilabdázó testvére Fanni is megfertőződött. Az édesapa mindenben segíti a fiatalok álmának beteljesedését. Innentől az övé, az ő döntésük a jövő. A szlalom, illetve a minirallik, azok gyakorlatilag, illetve a Rally 3 előfutók is mind-mind azt a célt szolgálták, hogy gyakoroljon. Mert gyakorlásra szükség van. Lehet, hogy van, azt mondják a nálam okosabbak és nem ennyire elfogultak, hogy gyakorlatilag van tehetsége hozzá. Fanni is ügyesen navigál. Azt, hogy mit hoz a jövő, hogy most ők együtt maradnak jövőre vagy sem, illetve hogy mire lesz lehetőség anyagilag, ezt talán majd március-áprilisban látni fogjuk. Rép Krisztián remek versenyzéssel a Lada kategória bajnoka lett az idei Szopianet szlalom versenysorozatban. Mint mondja, jövőre folytatja, akkor még erősebb ladával vág majd a Rally 3-nak.